A nehéz esztendők után arra törekszik Nyíregyháza, hogy bemutassa a testvéri és partnervárosok kulturális életét. Kiállítási és fellépési lehetőséget nyújt a baráti országok művészeinek. Most a Romániai Képzőművészeti Szövetség nagybányai csoportja kapott teret a Váci Mihály Kulturális Központ földszinti galériájában. A köszöntő gondolatok összefűzték a nagybányai és a nyíregyházi értékeket. Amikor Nagybányáról beszélünk, akkor a nagybányai festőiskola és a művésztelep jut eszünkbe. Az ottani mozgalom, az a múlt, hát az 1890-es években indult mozgalom, ami megújította a festészetet, a festés és grafika művészetet. Nagy hatással volt Európa, de leginkább a magyar festőművészek, grafikus művészetek alkotásaira. Nyíregyháza büszke kulturális életére, ezt mindig, mindenhol bátran elmondom. Művészetek városa vagyunk, nagyon sok értékes, elismert művész él városunkban és alkot. A Nyíregyházán kedvelt és megbecsült festőművész Madarasi György szülővárosa nagybánya. Ő a tradicionális irányzathoz tartozik, a tájfestészet neves hagyományait folytatja, jelezte a szakember. A kiállítás kurátora szakmailag értékelte a gyűjteményt. Nyilvánvaló, hogy a hollósi érának a hatása máig érezhető. Tehát az a fajta kultikus, csodálatos időszak nem megismételhető, és nem is szükséges megismételni. Viszont, hogyha körbenézünk a kiállításon, látjuk, hogy a mostani kortárs művészeknek, ennek a csoportnak az alkotóit is mélyen áthatotta ez az időszak, ezek a hagyományok. Tehát igenis megjelennek a tájértelmezések, a figuraértelmezések, a plenér festészet, csak egészen más, hogy egészen más módon, és a román tradíciók, a román frissesség, dinamizmus is bele játszik ebbe a közösségbe, és együttesen alakul. Mind a két csoportosulás nagy mértékben hat egymásra, és ettől egy ilyen nagyon érdekes, friss ez az egyesületi munka. Az egyéni tájak, illetve a modern emberi tér köré csoportosította a kiállítás rendezője a képeket. Érezhető, hogy egy csapatban dolgozik ez a közel 100 hivatásos művész. Na, most kiállító, 30-nál is több alkotó, széles keresztmetszetét mutatja be ennek a gazdag szövetségnek. Én szerintem itt működik két irány, amely jellemző, és pedig az egyik, ami a hagyományt követi, még akkor is, hogyha mondjuk nem nagyon rikító módon, és van egy másik vonal, fővonal, egy csomó elágazodással, amely a modern, a kortárs világnak a lüktető, nagyon meglepő, gyorsan változó képeit mutassa be, olyan értelemben, hogy össze van függve a világegyetemes művészet lüktetésével. A kiállítást június 30-áig láthatják a Váci Mihály Kulturális Központ földszinti galériájában. Zsesov Bielszkó Biala bemutatója után most nyílt tehát a nagybányai gyűjtemény, ezt követi szeptemberben a Szatmár Németi Művészek tárlata.